A református mentőmisszió és a Bónusz Pásztor Alapítvány fennállásának 25. évfordulója alkalmából jubileumi nemzetközi konferenciát tartottak a Marosvásárhelyi Kultúrpalotában. A Bónusz Pásztor az egyetlen olyan alapítvány Romániában, amely magyar nyelven nyújt támogatást a szenvedélybetegeknek és hozzátartozóiknak. 25 év alatt mintegy 1300 személy vett részt hosszabb, rövidebb terápián. 5000 személy részesült egyéni terápiás foglalkozásban, 600 fiatalt és 800 gyereket fogadtak prevenciós táborokban, és mintegy 4000 fiatalt értek el iskolai prevenciós programokon. Ha csak a számokat nézzük, ennyi a Bónuszpásztor Alapítvány elmúlt 25 éve. De munkájuk igazi értéke abban mérhető, hogy több száz, több ezer ember és családja élete változott meg. Most a segítő szakemberek, addiktológusok, pszichológusok, pszichiáterek, valamint az alapítvány egykori és jelenlegi kliensei, munkatársai és önkéntesei is részt vettek a közös ünneplésen. Erszabó István, az alapítvány ügyvezető igazgatója híradónknak elmondta, küldetésnek tartják és ajándékként élik meg a szolgálatukat. Az elmúlt 25 esztendőben több száz, több ezer emberrel volt kapcsolata a missziónak. Hát mondhatnok egy néhány adatot. Az első szolgáltatás az igazából egyfelől az egyéni esetek kezelése, lelkigondozás, egyéni életvezetés volt. Az alapítvány ünnepi programsorozatának része a Kontraszt kiállítás is volt, amelyre több mint 1100 érdeklődő látogatott el, köztük iskolás csoportok, illetve elítéltek is.